Na, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, itt a Miskolcról, Ógyár tér és a Biszró gyárhoz tértünk vissza. Lesz majd egy vendégem hamarosan Rikári Ricsi személyében, de egyelőre a bevezetőt itt felveszem, ugyanis az egykori 415-ös, ami az MVK flottájában volt, GSZ 863-as rendszámmal és 863-as pályaszámmal, ha jól látom, igen, 863-as pályaszámmal, itt nyugszik a Zógyár téren, és jelen pillanatban a Biszrógyár nevezetű gyorsétterem és kifőzde szolgálatában van, eredeti állapotában megőrizve, mint azt látjátok, és itt fogunk majd beülni egy kicsit Ricsivel beszélgetni, meg kajázni, és hát mivel a gyerkőc most beteg, ő is csatlakozott hozzánk, úgyhogy hárman fogunk az étteremben szétnézni, kajázni és beszélgetni. És akkor a Icarus 415-ös, ami egykor kiszolgálta az MVK ZRT-t, még a logójával együtt található meg az eredeti sárga, kék és zöld alsó csíkos festésével, és ez egy szóló busz, ugye? És már volt róla egy videóm, ezt majd ide fellinkelem nektek, ami most, mivel megmentésre került, így egy étterem lett belőle, és mint látjátok, az Ógyár tér egyen található meg. Mindjárt bemegyünk, csak először mondom, megvárjuk Ricsit, hogy megjöjjön, és akkor együtt megnézzük az étterembuszt, és a gyereknek is különleges élmény lesz, mert neki is az első élménye lesz ez. És akkor mivel visszatértünk így, megcsinálok egy pár darab felvételt, és akkor ismételten bejövünk ide, és megnézzük a műszerfalat, a 415-ösét. És ugye benne van a pedál, és ez még elméletileg egy működő busz. Nagyon durva. Igazából az autórádiók meg ezek már ki vannak berhelve, de szerintem tökéletes, és akkor itt van az áramforrás, ami szolgáltatja most jelen pillanatban hozzá a fényt. Rég voltunk itt, de most újra visszatértünk, és ugye Ricsi barátom is mindjárt megérkezik. Addig én leforgatom, amit le kell forgatni. Itt is egy csodálatos C56. Ilyen nagyon durván van megcsinálva ez az étterembusz most jelen pillanatban. Szép eredeti állapotban, kicsit felkárpitozva. Régi képekkel, még a régi 13-as díszabás is benne van. Piktogramok, 863-as felirat. Az egy asztal és egy pálcika. Ugye a régi jegyükasztót is itt találjátok. És ugye az ajtó, ami most jelen pillanatban így zárva van. Ugye a középső ajtó az ki lett belőle véve, és a helyére egy asztal került ide szélre, és attól függetlenül szerintem, ahogy így össze van nyitva a Biszrógyár étterem ki főzde, attól még ez egy kuriózum kép funkcionál ez a busz. Ez végül is egy terasz lenne, és hát most szól a hangszóró, gondolom lesz majd zene. Megnézzük az ajtót, ami most le van burkolva, ugyanis ez egy lépcsős hátsó ajtó lett volna. Itt is van egy 200-as pályaszámú, akkor egy régi Icarus, és egy szintúgy külföldi Icarus, ami a 690-es pályaszámmal ment, F1-509. És ugye a hátsó rész kívülről a régi leszálláshelyező táblával, hogy hátul csak leszállni lehetett, elől meg csak felszállni, és a motor térnek a
kis szellőzője is itt van. Ugyanis ez egy farmotoros busz volt régen. A 415-ös az eredetileg 2019-ben került ide. Nyitása után körülbelül 2-3 évvel lett átalakítva az étterem, és étterembusszá ez az 415-ös, ami itt Miskolc vasgyár területén egy kuriózumnak számít, de majd mindjárt merítsük, és beszélünk erről a témáról még. Na, szevasztok! És ahogy mondtam, megérkezett Ricsi is, és akkor most ezt a csodás buszt együtt fogjuk betesztelni, ugyanis még én sem ettem itt az étteremben, és gondolom Ricsinek is most ez új lesz. Látni láttam már, de még nem ettem benne, és nagyon éhes vagyok, meg még nem kávéztam ma, úgyhogy menjünk. Menjünk be szerintem. Na, srácok, Ricsi is még várja a kajáját, és akkor most kipróbáljuk. Hát mi ide jöttünk leghátra, és innen tökéletesen látni mindent. Vettünk egy szendót, egy innivalót, egy kávét. Íme egy kis verkfilm, hogy hogyan készülnek a rikári videók. Hogyan készül. Ez a Bence dumája, ez a hogyan készül. Mindig el kell sütni amúgy. Hát mert vicces. És akkor átjöttünk mi is a vasgyárból egyenesen ide a tiszai pályaudvarra, ugyanis mi reggel óta vadásszuk ezt a 069-es Neoplan buszt, ami a REM 847-es rendszámmal van kint nálunk még veszprémi típus, és még a végére egy ilyen kis korszakváltás, hogy hogyan néz ki jelen pillanatban a miskolci közlekedésben a busz típusok, ugye a Neoplan, a régi MAN SG263 és a A76-os MAN gázos. És a legérdekesebb dolog, és Rikári! Nem tolkodsz, ez tökéletes így. És ha már Ricsi is itt van, meg mi is itt vagyunk, akkor folytassuk a közlekedési videónkat innen a Sikátorból, a trafóház, és itt vannak a tárolóvágányok nem messze. Jó, mi ide nem megyünk. Na, akkor csatangolós videó a városban Rikár Édicsivel. Éppen veszi fel. Tehát a videós felvevőt videó felvevő. Micsoda csodás szerencse, Miskolc, futottunk egy kicsit érte, de itt a Tamási áron is végre őt is sikerült lekapni videóban, és most elhalad. Ő lesz a kettes pályaszámú Trax, Tamási áron emlékéves festésben. Srácok, mi a videó befejezéséhez elutazunk a Gömöri pályaudvarra, és ott fogunk majd végét mondani a videóra. Megérkeztünk ide a Gömöri pályaudvarra, és megy is a Bézénkkel. És akkor jöjjenek a befejező jelenetek. Mögöttem azért itt van a
kis megszokott Bobó és a PP kocsi, de még megvárjuk a nádaskait, hogy kimenjen, és akkor itt befejezzük a videót. Az utolsó jelenetben még a Bobó, és utána tényleg elköszönünk, megyünk, mert már kezd cseperegni az eső. Záró jelenet innen a Gömöri pályaudvarról a 010-es Bobóval, és az az érdekessége, hogy van, amikor három is áll itt egymás mellett, és pályaszámban is egymás után állnak, tehát 10, 11 és 12-es Bobó, ami itt szokott állni, és még egy érdekesség, hogy az egykori búvár is, ami ide volt honosítva, az már más útvonalakon jár. Pontosan már nem tudom, hova lett kiadva, hova lett átfestve, de már nem Bobós, hanem egy másik magántársaságnak a mozdonya lett. A háttérben pedig az egyik pályakarban tartó, pontosabban a 028-as pályakarban tartó gépet látjátok. Srácok, ezzel a jelenettel befejezzük ezt a nemes videót Rikári kollégával. Nyomjatok Sziasztok. Egy feliratkozást rá, majd a csatornákat leteszem a leírásba, és hogyha szeretnétek, akkor kövessétek be, iratkozzatok fel úgy rá, hogy kommenteltek is, meg minden egyéb nyalánkság, PayPal, meg hasonló mindenkinél a leírásban megtalálható lesz, és köszönöm szépen Ricsinek, hogy itt volt. Örülök, hogy találkoztunk, és tudtunk egy kicsit együtt videózni. Ez egy érdekes videó lett szerintem. Egy kis Miskolc Ollin, így jöttünk. Ollin, igen. Ez a Zoli dumája a Miskolc Ollin, ő találta ki. Az én videómnak lehet, hogy az lesz a címe. Ja, az enyém meg az lesz valószínűleg, hogy vasgyártól a Gömöri Grikárival. És szerintem tényleg ez lesz a videó címe. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő videóban. Ha tetszik, amit csinálok, akkor like, feliratkozás, csengőt ne felejtsétek el bekapcsolni, és a leírásban minden támogatási lehetőséget meg fogtok találni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Csüssz!